Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 7 órakor. A török és a görög parti őrség minden menekültet feltartóztatna és visszaszállítana Törökországba, egy az Európai Bizottság és a török kormány által kidolgozott akcióterv szerint, amelyről vasárnap számolt be a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. A tervről ma egyeztet Brüsszelben a török elnök. Alapértesülése szerint a török fél vállalja, hogy az EU pénzügyi támogatásával felállít 6 új menekülttábort, amelyekben összesen 2 millió ember fér el. Az uniós tagországok pedig vállalják, hogy a menekültek egy részét befogadják. Így akár 500 000 embert telepíthetnek át Törökországból az EU-ba biztonságos, ellenőrzött módon. Kerítésekkel nem lehet megoldani a problémát, mondta Angela Merkel a magyar kerítésről. A német kancellár szerint ezt lehetett látni Magyarországon is, ahol sok pénzből felépítették a kerítést, a menekültek mégis jönnek és más utakat keresnek. A menekültválságot kiváltó okokkal kapcsolatban hozzátette, katonai erővel is segíteni kell, ahol szükséges. A szíriai polgárháborúval kapcsolatban úgy fogalmazott, szükség van a katonai erőfeszítésekre, de szerinte fegyverrel nem lehet rendezni a konfliktust. Orbán Viktor politikai kabinet főnöke szerint a bevándorláspárti európai liberálisok és a baloldal egy része is Magyarország szavazati jogának felfüggesztését szeretné elérni az Európai Parlamentben. Ezt Rogán Antal az állami rádióban azzal egészítette ki, hogy a cél végső soron Magyarország kizárása az Európai Unióból. Az ellenzék szerint a rossz kormányzás miatt alakult ki a jelenlegi helyzet. Az Európai Unió nem tudja kezelni a menekült válságot, és csak Orbán Viktor miniszterelnök hallja meg az európai emberek hangját. Így összegezte a magyar kormány politikáját az állami rádió reggeli műsorában Rogán Antal, a kormányfő politikai kabinet főnöke. A politikus szerint ezt nem tudják elfogadni a bevándorláspárti liberálisok. Most kaptuk a hírt, hogy az európai liberálisok frakciója, a Libe, a következő héten kezdeményezni akarja az úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárás, tehát Magyarország szavazati jogainak a felfüggesztését, végső soron Magyarországnak az Európai Unióból történő kizárását az Európai Parlamentben. Az Európai Unió szerződései jelenleg nem teszik lehetővé egyetlen tagállam kizárását sem. A tagállamok szavazati jogát azonban megvonhatják. Ezt a folyamatot a tagállamok egyharmada, az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság javaslata alapján lehet megindítani. Ezután az Európai Tanács tagjainak 4/5-ös többségével és az Európai Parlament egyetértésével lehet megállapítani, hogy egy tagállam súlyosan megsért bizonyos uniós alapértékeket. Ilyen alapérték egyebek mellett az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség. Miután a tanács meghallgatja a problémás tagállamot, ajánlásokat tehet neki. Ha a tagállam nem veszi ezeket figyelembe, akkor a tanács minősített többséggel határozhat arról, hogy a kérdéses tagállamnak egyes jogait felfüggeszti. Emögött az európai baloldal egy tetemes része, sőt, a magyar baloldal egy része is meghúzódik. Én azt gondolom, Gyurcsány Ferenc pártja teljesen egyértelműen ugyanazt az álláspontot osztja, mint az európai liberálisok, és ők akár még Magyarország megbüntetésére is készek azért, mert a magyarok nem osztják a bevándorláspárti véleményét és álláspontját Gyurcsány Ferencnek. Hogy emögött ott van neki a magyar szocialisták is, az majd kiderül, sokszor ott látjuk őket a Magyarországot elítélő különféle akciók mögött. A Fidesz frakció vezető helyettese is osztja a kabinet főnök véleményét. A hazai baloldal sem különb a Deákné Vásznánál, hiszen ugyanabban a kórusban támadják Magyarországot, ugyanabban a kórusban támadják az ország bevándorlási politikáját, mint az európai társaik. A szocialisták visszautasították a vádakat. Nagyon szomorú lennék, hogyha Magyarországot büntetné bárki azért, mert van egy ostoba, gyűlölködő, öncélú politikusa Magyarországnak, és van egy öncélú miniszterelnöke. Ezért nem a magyarokat, a magyar embereket terheli a felelősség, hanem ezt a rossz kormányt. Az együtt szerint a kormányt kispadra ültették a menekült kérdés kezelése miatt. Ahelyett, hogy a fideszes vezetők újabb frontvonalakat nyitnának, ahelyett végre úgy kellene tenni a dolgukat, mint egy nemzeti érdekeket valóban képviselő kormánynak, a tárgyalóasztaloknál kellene elősegíteni azt, hogy Európában végre megoldás szülessen erre a kérdésre. Az Európai Unió történetében még egyetlen tagállam szavazati jogát sem függesztették fel. A kizárásnak nincsenek meg a jogi lehetőségei, de az önkéntes kilépést is egy több évig tartó jogi procedúrának kell megelőznie.
Senki sem szeretné Magyarország kizárását az Európai Unióból, írt a közleményében a Magyar Liberális Párt. Közleményük szerint az Európai Liberálisok frakciója nem kezdeményezett ilyet, csak arra akarják rákényszeríteni az Orbán kormányt, hogy tartsa tiszteletben az alapvető emberi jogokat, és bánjon tisztességesen a menekültekkel. Szerintük ugyanis a menekültügyi törvények, valamint a honvédelmi törvény módosítása alapvetően sérti az uniós normákat. Németh Szilárd a Fidesz alelnöki posztjáért kampányol, ezért bármit felolvas, nyilatkozta Mesterházy Attila. A szocialista országgyűlési képviselő szerint a baloldal nem tesz veszélyes nyilatkozatokat a menekült kérdésben. Mesterházy Attila szerint a kritika a bánásmódnak szól, mert úgy véli, hogy a kormány embertelenül bánik a menekültekkel. Hozzátette, azért kritizálják a kormányt, mert nem fogadja el, hogy csak európai megoldás lehet, és mert fel akarja mondani az Európa egyik alappillérének számító szolidaritást. Magyar túlélője is van a kunduzi kórház bombázásának. Jedd Zoltán Lajos, aki ápolóként dolgozik az afganisztáni kórházban, az Orvosok Határok Nélkül nevű szervezet honlapján számolt be a légitámadásról. A férfi elmondta, fél órával a bombázás leállása után indult el, hogy sokkos állapotban körbenézzen a kórházban és túlélők után kutasson. Ahogy fogalmazott, nincsenek szavak arra, hogy milyen szörnyű volt. Az intenzív osztályon 6 ember égett az ágyában. A műtőasztalon fekvő beteg már meghalt, az őt műtő orvosok egy biztonságos helyen kerestek menedéket. A többi helyiségben sebesült betegek ordítottak, miközben az ápoló a saját szemével látta, ahogy a kollégái meghalnak. A magyar ápoló május óta dolgozott a kunduzi kórházban. Már 16 halottja van az ítélet időnek Dél-Franciaországban. Szombat éjszaka heves zivatarok söpörtek végig a Földközi-tenger partvidékén, számos várost és utat teljesen elöntött a víz. 3 ember egy idősek otthonában vesztette életét, egy valaki pedig Cannes-ban, egy elárasztott utcán fulladt vízbe. Antibes városát is elöntötte a víz, a térségben helikopterek köröznek, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott embereknek. A francia vasúttársaság bejelentette, Dél-Franciaországban tucatnyi utasokkal teli vonat veszteg el a pályaudvarokon. A hatóság mozgósította a rendőrséget és a katasztrófa védelmet. A Volkswagen botrányt Magyarország sem fogja megúszni, ezért egy kormánybiztos kinevezésére van szükség. Schuck Erzsébet, az LMP országgyűlési képviselője szerint a kormány most kezdi belátni, hogy hiba volt Magyarországot kiszolgáltatottá tenni az autóiparnak. A járműiparban megrendült bizalom más autógyártókra is kiterjedhet, ami Magyarországon is elbocsátásokkal járhat. A magyarországi exportcégek többsége az autóiparhoz kapcsolódik. Ezek a cégek komoly adókedvezményekben részesültek, és sok ezer milliárdos összegben kaptak támogatásokat. Az LMP felszólítja a kormányt, hogy a multicégeknek adott adókedvezmények helyett a magyar kis- és középvállalkozásokat tegye stratégiai partnerné, és jelentős arány módosításra van szükség, ne csak szóba támogassa a kormány a kis- és középvállalkozásokat, hanem a gyakorlatban is. És ha már autókról esett szó, megmutatjuk, hogy mire számíthatnak a fővárosi utakon. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét, munkatársaim a város egész területéről erős forgalmat jelentettek. Az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér út előtt a belső sávot lezárják egy szakaszon. Megváltozott a forgalmi rend az Attila út, Tisztenakör út, Vérmező út találkozásánál. Minden irányból csak egy sávon lehet átjutni a csomóponton. A Vérmező úton az Ostrom út előtt sávelhúzással csak 2 sáv járható. A Nagykörúton a Zülői útnál egy sávra szűkül az útpálya mindkét irányból, a csomópont előtt és után közműfelújítás miatt. A Zülői út befelé vezető oldaláról csak egy sávban lehet balra kanyarodni a Petőfi híd felé. Petőfi híd felől a Zülői út kifelé vezető oldalára, a Tűzoltó utca, Lilium utca útvonalon is el lehet jutni. A Zülői út befelé vezető oldaláról csak egy sávban lehet balra kanyarodni, a Petőfi híd felé, és a Ferenc úton is lezárták a híd felé vezető belső sávot egy szakaszon. A 7. kelet Betlán Gábor utcában a Peterdi utcáról megsüllyedt az út. Útszűkületen kell áthajtani. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot, balesetmentes közlekedés, viszontlátásra!
És eddig tartottak a híradó hírei, most folytatódik a Start Róna Jegonnal és vendégeivel. Szervusz, Egon, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Akik közül az első lesz, ha jól tudom, Tuzson Bence. Annyira így van, hogy már itt is van, meg is tudjuk mutatni a kedves nézőknek, hogy itt vár a sorára. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! De a nézőknek még elmondom természetesen azt is, hogy várom Bánáti Jánost, aki a Magyar Ügyvédi Kamara ügyeivel foglalatoskodik most a saját ügyei mellett, nyilván amiket ügyvédként visz. Hát ott a kamaránál van ügy bőségesen, illetve hát pénz az meg már nincsen CD-ben, viszont Duskának állítólag nem tudom, több tízezer darab CD-t vásárolt az ügyvédi kamara, majd beszélünk róla, hogy vajon mi célból és hova lett a pénz. Előtte pedig még szót ejtünk arról is, hogy karperecet kapnak az idősek. Ez az ő védelmüket szolgálja, mert hogy azon a karperecen keresztül számtalan információt lehet tőlük eljutatni azokhoz, akik segíteni tudnak nekik, például akkor, hogyha bajba kerülnek, vagy hogyha az a karperec nem érzékel mozgást a magányos időseknek, ez segítség lehet, hiszen érkezik a mentő, és jön a segítség. Erről ejtünk majd szót, egyebek mellett meg van még ott más téma is, Jenei dr. Rubovszky Csillával, ezt felolvasom önöknek, ez olyan hosszú. Az idősek infokommunikációs alapszolgáltatásainak fejlesztése felelős miniszteri biztossal, őt is várom ide a stúdióba, tehát. Izgalmas lesz tehát a folytatás, 8 órakor pedig ismét híradóval jelentkezünk, most tehát folytatódik a Start, viszontlátásra!